Bizonyára sokan emlékeznek még a Hunyadi sok két évvel ezelőtti játékos sportverseny országos döntőn elért első helyezésére. Most ismét ott voltak a Kiskunhalasi országos fináléban, és a házigazdák, valamint a szombathely mögött a harmadik helyen végeztek. Nyíregyházával voltunk szoros versenyben, és ott a, körülbelül a hatodik versenynél megelőztük őket. A 25 versenyző, akik a városin, a megyein, a területén és végül az országos döntőben szűkebb hazánkat képviselték, Bodnár Gábor igazgatótól vették át az írásos dicséreteket, és a kupa kicsinyített mását. Mi nagyon nagy versenyt vívtunk Nyíregyháza csapatával. Az elején jól kezdtünk, aztán volt a csapatnak egy mélypontja, és hál' Istennek sikerült ebből kizökkenteni a csapatot, és a végén újra föltámadtunk, és már nem tudtak bennünket, nem tudtak bennünket a dobogó harmadik fokáról. A sportnál maradva, a harmadik és a negyedik korcsoportos lány mezei csapat egyaránt első lett a megyei döntőn, ők a Gödöllői országos fináléban indulnak majd, míg a negyedik osztályos Jelencsik András a közlekedés ismereti országos döntőben egyéni ügyességi, összetett és csapatversenyben elért második helyezésért részesül dicséretben.